Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket venni. Nagyon sziasztok, srácként, a kis e-mailt vünk egy következő Minecraft videóban! Csácsáló mindenkinek! Nos! Ebben a videóban nem más lesz, mint ismételten elköltöztünk kissá az előző kis roncs házunkból egy nagyjából jobb házba költöztünk, egy ilyen kisebb faház, jobb mint a semmi szerintem, szóval ja, itt van kis, haha, ez a te házad? Jaj, nem, megint kezdődik, nem már, most komolyan, megint itt van valaki, aki ki akar engem gúnyolni, most miért sem mindenki ezt, gyere, jövök, na mondjad, mondjad, mit akarsz, igen, igen, az ott a izé, igen, nézd, na mondjad. Na mondjad, az lesz a te házad? Az a te házad, igen, igen, látom, az az én házam, igen. Ó, Istenem. Az az enyém. Kiégek. Kiégek. Hát nem, jobb. Jaj, de igen, jobb, jobb, oké, okay. Jobb, jobb az a ház, igen, igen. Jaj, Istenem. Ja, tudom. Jaj, Istenem, srácok, tényleg teljesen kiégek. Na jó van, oké, élvezkedj a házadra, én addig megyek, jó? Várj. Mondjad. Jaj, Istenem, mondjad, gazdag ember, megint. Jézusom, hogy mindig megtalálnak minket ezek amúgy. Annyira szeretem. Nézd, milyen fogam van. Aranyfogad van, igen. Aranyfogad van, igen. És akkor most jön az, hogy az enyém milyen. Az én fogam az fehér. Nem volt olcsó, igen, látom. Jaj, Istenem, a tiéd csak fehér, látom, jó van, oké, sok sikert, haha, loser, jaj, Istenem. Na jó van, menjünk el a kovácshoz, szedjük ki a szettünket, ugyanis a kovástól már megrendeltem a normális cuccunkat, hogy azért mégiscsak, Black elment a TS-ről, oké, bocsánat, amíg közben Black-kel beszélgettem, itt volt TS-en. Na, menjünk el akkor a kovácshoz a vasszettünkért, nagyszerű! Jó, ezt szépen kiszedjük, itt van a vaskardunk is, meg minden. Ezt szépen fel is rakjuk magunkra, meg egy vassákány. Aj, már megint itt van. Ha, na mondjad most, mire fogsz belekötni? Na mondjad! Mondjad, igen, milyen szett? Vasszett, igen, látod, vasszettem van. Igen, vasszett, vasszett. Ha, Istenem, most csak felveszi a izét. Most csak felveszi a gyémánt szettjét, nem hiszem el. Nézd az enyém, jól van, látom, nagyon menő vagy, gyémánt szetted van, húha. Nagyon-nagyon király, jól van, oké, oké, ugye ügyes vagy, nagyszerű. Jól van, oké, tudom, nem kell mondani. Most meg elfut. Istenem, na jó van, menjünk el kisebb és menjünk el gyors dolgozni. Nagyon-nagyon meguntam ezt a srácot. Jaj, Istenem. Hogy lehetem, hogy valaki tényleg ilyen? De komolyan mondom, nagyon-nagyon undorító, komolyan mondom. Na mindegy, jó van, menjünk egy gyors kísérés, akkor menjünk el szépen dolgozni, és ott futkározik a srác. Hú, nagyon idegesítő. Na mindegy, jó van, menjünk el szépen akkor búzát szedni. Szokásom, hogy hát ez a dolgunk nekünk így a faluban, hogy ugye búzákat, meg répákat, meg ilyeneket aratunk, és igazából, ja, ez úgymond a munkánk általában. Majdnem minden faluban szoktam csinálni, mert szerintem ez a legkönnyebb, legnormálisabb, meg hát, legnem unalmasabb, talán, mert ez igazából könnyen meg tud lenni. Jaj, most megint jön. Szia! Igen, köszönöm szépen, hogy ki tapostad a búzát, nagyon kedves vagy, gazdag ember. Amennyire gonosz vagy, meg egoista, annál izébb vagy, izébb, gonoszabb még. Aj, bocs, hogy kitapostam azt a kis sóri búzát. Jól van, nem probléma. Na mondjad, most mivel fogsz menőzni? Vajon most mivel fog menőzni a srác? Hát, nem is tudom. Na mondjad, mit találtál most ki? Búzát szedsz? Igen, búzát szedek, nézd! Látod, búzát szedek, úgy, ahogy a falusiak is. Látod, nézd nekem, mi van? Na mondjad, neked mit van? Na mesélj, mit van? Jaj, neki ópiam! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Ó, kösz! Kösz! Kösz, hogy izé, ez hullik a fáról is, haver! Jó van, nagyon király vagy, tényleg? Tökéletes vagy, tökéletes, tényleg? Nagyon-nagyon nagyszerű vagy, mit te mondjak? Tassak meg, csórin! Istenem, srácok! Na jó van, meguntam, meg komolyan mondom, még elment a kedvem a búzától is, na jó van! Nem érdekel, gyors, menjünk haza, craftjunk le ebből kenyeret. Aztán, ja. Aztán el kell mennünk érceket gyűjteni, mert kéne nekünk mégiscsak szén, mert fával fűtünk már egy jó ideje. És jó, nem mégiscsak szénnel gazdálkodni, meg hát, ja, igazából ez lenne úgymond a legjobb. Na! Ezeket gyors lepakoljuk ide, akkor szerintem ezt az almát, meg ilyeneket is lerakom. Mert ezekre már annyira nagyon nem lesz szükség, szóval ja. Nos, akkor el kell menni szenet szerezni.
Kéne valami normálisabb barlangot. Ó, jaj, nem már, hogy ez a háza mellett van. Jaj, Istenem. Srácok, most megyek oda szenet szedni? 2 percen belül meg, sőt, 2 másodpercen belül meg fog jelenni, hogy ha te szeret szedsz, nézzek el, mi van? Mi volt gyémántot, vagy srajdot, meg ilyeneket, vagy aranyat fog mutogatni. Jaj, Istenem, na jó van. Nem érdekel, nekivágok, megpróbáljuk, jó? Nagy erőn, kezdjük el szépen a szenet szedni. Elszámolok 10-ig. Nem kell. Nem, miért kéne elszámolnom 10-ig? Jaj, Istenem, szia! Csá, szia gazdag ember, na mondjad! Mizu van? Jaj, most menőzik a nagyon menő gyémánt csákányával. Ó, Istenem. Most ez komoly? Most ez komoly? Most komoly? De tényleg? Na mondjad, most mondjad. Ennyi? Menő vagy? Szenet szedsz? Igen, szenet szedek. Kell tudod a szén, hogy tudjak égetni, megmelegíteni. Vassákánya? Ha. Igen, vassákánya, szedem a szenet. Ah, Istenem, nézd nekem, milyen van. Na nézzük, milyenje van. Hatékonyság 5, törtetlenség 3, szerencse 3, jó van, ügyes vagy, tessék. Ja, Istenem, tartsd meg, van belőle 50. Ja, Istenem, annyira utálom amúgy. És nézd még, mi van, na mondjad, mit van, gyémántod van, hú, de jó vagy amúgy. Amúgy komolyan, gazdag ember, egy kérdés, miért kell ezzel mindenkinek menőznöd? Oké, tök menő, mondjad, miért kell ezt csinálni, de komolyan. Miért nem elég az, hogyha te tudod, hogy neked van, és így ennyi, vagy valami? Mert mindenkinél jobb vagyok mindenben. Mindenben jobb vagy? 100%-ban biztos, hogy van olyan amúgy, amiben más is jobb. Tehát nincs olyan, hogy te mindenben jó vagy. Ezt így elmondom neked. Szóval olyan azért az izé, nem olyan biztos nincs. Jó, biztos 100%, hogy van olyan, hogy izé, én vagyok a király. Jó, attól függetlenül mindenben nem lehetsz jó. Szóval ezt így le is zártuk szerintem, és így ennyi. Jó, és szerintem akkor hagyjuk is egymást békén, nem vagy mindenben jó, és ennyi. Jó, hagyjuk egymást, léci békén, és izé, versenyezni akarsz? Jó, Istenem, annyira nagyon nem érdekel a te versenyed, meg a mit tudom, miben vagy jobb, most dolgoznánk, meg ilyenek. Ó, Istenem. Na gyeretek is puhány. Jaj, srácok, na jó van, hú, megint vitál minket a nagyon menő házába. Jaj, de jó. Na jó van, mondjad, mit szeretnél? Mondjad, menjünk izé, nézz körül, jó, körbenéztem. Hú, nagyon menő vagy, nagyon király vagy, meg minden, nagyon menő luxus házad van. Igen. Na mit szeretnél, üljünk le, jó, délre beszélgessünk. Szóval, na, igen. Mondjad, mi az? Most versenyez, mivel akarsz versenyezni? Miben is nem vagyok a legjobb? Jó, tegyük fel mondjuk... mondjuk futásban. Tegyük fel, hogy futásban biztos, hogy van jobb nálad. Tegyük fel, hogy futásban biztos, hogy vannak nálad jobbak. Szóval azért kétlem, hogy te tényleg mindenben jó lennél. Tehát most akármit lehet mondani, nincs olyan, hogy egy ember mindenben a legeslegjobb. Világbajnok vagyok, 100 kilométert futok egy óra alatt. Hát az komoly, wow, jó, oké. Akkor tegyük fel mondjuk, mi lehet még az a mézé? Jó, mondjuk vezetésben tegyük fel, biztos, hogy van jobb sofőr nálad, vagy bármi. Tehát, hogy nincs olyan, hogy te legyél mondjuk a legjobb sofőr. Tegyük fel. Mondjuk ezért 10 jogsim van mindegyik kategóriában. Ó, Istenem. Jó, úszásban nem lehetsz a legjobb, tegyük fel. Úszásban nem lehetsz annyira jó. Tehát úszásban kétlem, hogy te mondjuk te vagy a legeslegjobb. Na nézzük erre, mit fog mondani. Mi vagy azt fogja mondani, hogy úszásban is van 1 milliárd aranyérme, vagy nem tudom. Ott is mindenkit elverek mindegyik fajtában, vagy válfajtában. Oké, rendben van, akkor tegyük fel mondjuk YouTube-ozásban, videózásban, abban biztos nem vagy a legjobb. Na? Te vagy a legjobb videós? Hát, na? Megfogtuk? Na, hát ő, na? Na mi az? Na mi az? Nincs YouTube csatim. Na látod, nekem van. És tudod, mennyi követőm van most, ahova videót csinálok? Ott 68 ezer valamennyi? Vagy 69 ezer, azt hiszem valahogy így. A nagy csatimon pedig 88 ezer. Szóval, nem, olyan nincs. Látod, akkor mégsem, hogy mindenben a legjobb. Ennyi, ez meg van beszélve. Látod, már is itt van egy dolog, amiben nem vagy a legjobb. De hogy nem, na? Akkor mondjad, akkor hogy lehetsz a videózásban a legjobb, hogyha nincsen YouTube csatornád? Meg nem is izé. Simán behoználak. Aha, persze, igen, jól van. Igen, persze, jól van. Hát srácok, úgy tűnik, hogy mégiscsak találtunk valamit, amiben nem ő a legjobb pillanatnyilag. Szóval ennyi. Ennyi. Ne gúnyolj, dehogy nem. Haha. Jól van. Na, befejeztük ezt a izét? Mit képzelsz? Na, befejeztük a vitát? Befejeztük a vitát? Most mi van vele? Mi csinál? Most ez mit csinál?
elég volt. Hogyan repülöm úgy? Hogyan repül és hogyan lő tűzgolyókat? Jézusom. Ez megőrült szerintem, vagy nem tudom. Srácok? Utállak. Jézus Isten. Mi van vele? Most így, most mi van? Te. Te, mi van vele? Mi az? Mi az? És kiderült, hogy nem mindenben a legjobb. Miattad semmit nem ér már az életem. Persze nem ér. De Jézusom. Jézusom. Ja Istenem. Mit csinál? Mit csinál ez a majom? Most ez komoly? Hallod? Ne csináld már, gazdag ember, hallod? Ne csináld már, figyelj már, ne egyél ennyire buta. Hallod? Gazdag ember, figyelj már ide, na nyugodom. Figyelj már, itt egy csodás ház, ennek így nincs értelme. Figyelj már, itt egy csodálatos ház, nem érdekel, itt egy csodás ház, van egy csomó pénzed, minden... De már! Ne, most komolyan felrobban... Ne... Jézus Isten! Wow! Srácok? Jó, oké, nem láttam semmit. Jó, oké, találkoztunk egy eléggé súlyosan beteg emberrel, ahogy látom. Jó, mindegy, leszártuk úgy tűnik ezt a témát. Hát úgy tűnik, hogy még valamiben kiderült, hogy jó nagyon a repülésben, vagyis a robbanásban, vagy nem tudom. Na jó, srácok, hát ez egy elég érdekes volt, na mindegy. Köszépét voltok, nem tudom, hogy mi történt, ezt a végét nem is tudom nektek egyszerűen elmagyarázni, mi történt, mert én se értem. De köszépét voltok, és találkozom legközelebb, és tetszett a videó, akkor dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornám, és akkor a következő videó szerzik a Dani Minecraft csatornán, ott találkozunk, hogyha úgy akartok PDF-es terméket, akkor leírás legfeljebb sora, meg ilyenek, és akkor ja. Találkozom legközelebb, és köszépen még egyszer itt voltatok, sziasztok!